Légy te is angyal, ennek a gondolatnak a jegyében rendezték meg a hagyományos karácsonyi adományát adó ünnepséget a Tüzér utcai gyermekotthonban, az ifjabb Ocskai Gábor alapítvány kezdeményezésére. A hagyományos bensőséges hangulatú adventi találkozó torokszorító üzenete idén is az, hogy a karácsony mindenkié. Minden évben végigolvasom természetesen a kívánságokat, és mindig van, tehát amikor én megkapom ezeket a kívánságokat a listában, akkor már a zsebkendőbe van készítve, tudom, hogy sírni fogok, mert azért amikor egy kamasz tisztálkodó szereket kér, vagy egy lány hogyan hozzam rendbe az életemet című könyvet, azért azok elgondolkodtató dolgok, vagy az utógondozóból ruhaszárítót kérnek, tehát azért elég széles a paletta. Nyilván sok gyerekjátékot, labdát, bluetooth fülhallgatót az évek óta nagyon nagy sláger kérnek, de azért van egy-egy olyan, ami nagyon-nagyon megérinti az embert. A Befogadlak Baptista Gyermekotthon ifjú lakói egy műsorral kedveskedtek pártfogóiknak, majd a töpörtjük, a nagyocskák és az ifjak személyre szabottan vehették át a gondoskodó szeretettel összegyűjtött ajándékokat. Évről évre most már megünnepeljük itt a karácsonyt közösen az Ocskai Alapítvány segítségével is. Ez alkalommal is Zsuzsa és az angyalkái, nekik köszönhető, hogy ma ez a rendezvény megvalósul. A gyerekek is nagyon izgatottan várják, és a kollégák is készültek a fogadásukra, úgyhogy már izgatottan várjuk, hogy itt legyenek. A bensőséges hangulatú találkozó ismét bebizonyította, advent, az elcsendesülés, a szeretet ünnepe mindenkié.